Sorban állnak az eladó járművek az autókereskedésekben. A hazai vásárlói kedv az idei évben folyamatosan nő. Az első negyed évben 158 ezer adásvételt bonyolítottak. A második negyed évben azonban rekordmennyiségű, 175 ezer volt ez a szám. Az autópark utánpótlás ugye két forrásból történik, a használt autóimportból, illetve az új autóeladások a hazai autószalonokban. Mind a két forrás növekedett, a használt autóimport 11%-kal növekedett a második negyed évben, az új autó értékesítések száma pedig 25%-ot. Utóbbi adat azért is örvendetes, mert az új autó eladások növekedése maga után húzza a használt autó piac pezsgését is. Ez azért is jelentős, mert így egyre több pár éves újszerű autó kerül be a használt autópiacra. A használt autó import növekedése az előző évekhez képest most kezd megtorpanni. Fodor László szerint ez a hazai autópark átlag életkorának kedvez. A külföldről érkező járművek ugyanis átlagosan 12 évesek. A magyarországi személyautópark átlag életkora pedig 13,9 év, így a behozott járművek nem fiatalítják a hazai parkot. Ahhoz, hogy ez a szám csökkenjen, évente közel 170 ezer új autó értékesítésére lenne szükség. A becslések szerint körülbelül két év múlva állhat meg a magyarországi autópark öregedése, ugyanis az új autóeladások száma még csak most kezdi meghaladni a 100 ezret. Az autóvásárlás előtt állók közül korábban 50%-kal többen kerestek rá a dízelautókra. Ez az arány tavaly évvégére kiegyenlítődött, idén pedig már 20%-kal többen keresik a benzines kocsikat. A szakember szerint ez két dolognak is köszönhető. A javítási költség, ami főleg az idősebb járműveknél, egy dízelautónál lényegesen magasabb tud lenni, és ezek a szervizköltségek olyanok, hogy az ember elmondja a szomszédjának, az ismerősének, kollégájának, hogy mennyibe került egy 10-12 éves dízel javítása, és ott bizony az egyszeri költségek elég magasak lehetnek. A másik tényező, hogy több nyugat-európai országban, nagyvárosban már szó van arról, hogy betiltják a városba behajtását a dízeleknek, és ez nem csak a smogriadó esetén lenne érvényes, tehát ilyeneket is fontolgatnak. A magyarországi járműértékesítési forgalom felét jelenleg 5 márka adja. A hazai autópark körülbelül 3,3 millió járműből áll.